Sziasztok, itt vagyunk Farkaskútvölgyön Mátyással. Ez egy igazi elvonuló Mekka, ahol számtalan ismert ember is már megfordult a követőivel, és most meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan is jött létre, és hogy miből áll ez az egész csodahely. Oh, Lena, she's got eyes that shine through the thick of the evening. I love her till the break of day, till the morning moon is fading. Sziasztok, üdvözöllek benneteket Farkaskútvölgyben. Farkaskútvölgy, Felsőtóad és Hollókő között található egy 25 hektáros belső birtok. Gyertek, nagyon szívesen megmutatom nektek. By my side for today there'd be no pardon. Elena, sweet Elena. Egész völgy, vagy ahogy ti hívjátok, Farkaska, az hogyan alakult ki? Mi volt az első lépés? Az első lépés az az volt, amikor annak idején beléptünk és beleszerettünk ebbe az egész helybe, majdnem, hogy azt gondoltuk, hogy itt semmi keresnivalónk nincsen, mert hogy ez nagyjából a tündérek lakják, és itt ember úgyse tud megmaradni. 7 éve talán ez a fa volt az, amelyikbe így nagyon-nagyon beleszerettem. A völgyben akkor még nem volt semmi, egy épület sem áll. Azt hiszem pont ezen a ponton üldögeltünk, és kezdtünk el álmodozni arról, hogy vajon mit lehetne itt létrehozni, vagy álmodni. Hát és akkor ez lett belőle. Arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne majd így nagy családosan ide elbújnunk. Kezdenünk egy kis gazdaságot felépíteni, egy-kettő házacskával, több gyerekkel, és akkor ide mindig el lehet majd bújni a nagy világi zaj elől. De ezt hiszem nem csak mi vettük észre, hogy ez egy jó pont lehet, mert hogy a völgy elég sok önismereti csoportnak ad otthont, és onnan indult az egész, hogy a családi berkeken belül volt pár ember, aki jógát tartott, férfi kunyhót, női kunyhót, transzlégzést, és valahogy ők is teljes mértékben beleszerettek magába a völgybe. Az első ház, a Kárpát ház, ami ott van lent, az egy több mint 100 éves ház, Kárpát háznak azért hívek, mert Kárpátalján volt, ott vettük meg, szedtük szét, hozattuk ide, és itt raktuk össze újra. Mindegyik úgy épül, nem tudom, hogy ezt tudtad-e, hogy szét megépítik a tető aljáig, ott a bütüket beszámozzák, ugye a végeket, szétszedik, felteszik terrautóra, és itt fölépítik 15-18 nap alatt, és 4-5 emberről beszélünk. A jurták vannak ott a háttérben, azok az Attila jurták voltak az első jurtáink, akik ilyen szállásként szolgáltak. Gyerektáborokat szerveztünk nyaranta, és a gyerekek pedig rettentően szeretik a kis sátrakat, és akkor arra gondoltuk, hogy a jurták erre pont megfelelőek lesznek, úgyhogy van 2-3 Attila jurtánk. És ott fönt ezek az épületek, amiket innen még lehet látni? Ezek az épületek már később, amikor ezt az elvonulós világba beléptünk, kezdtük el megépíteni, hogy legyen saját jogaházunk, vagy akár önismereti tréningekre házunk. Mellette van egy fürdőházunk. Aha. Fürdőházban nagy fatüzeléses szauna van, mellette fatüzeléses nagy dézsánk van. Dómot, amit ti dómnak hívtok, ott egy ilyen központi ebédlő. Igen, mi nyári konyhának hívjuk alapvetően, mert bizonyos szempontból nyitott, de mégiscsak kapott egy ilyen futurisztikus borítást, amivel azért az év nagy részében ez abszolút használható, szélvédett, vízvédett, és még egy kis hőmérsékletet is lehet benne kreálni. Csináltunk egy olyan jurtát, ahol külön fürdőszoba van, kis konyhával, francia egyet, csak 2 személyes egyébként, nászutas jurtának, vagy fancy jurtának szoktuk ezt általában így egymás között hívni. Az az apró házik, ami nem apró, mert innen is legalább olyan 140 négyzetméternek tűnik, hogy megnézzünk, az meg a birtokvezető, azaz a te otthonod. Illetve itt erre felé még van egy csomó épület, mert ugye arra is láttam még épületeket. Igen, összesen 12 apartmannal rendelkezik a birtok. Bent itt 25 hektáron vagyunk, van még 36 hektár erdő, amihoz tartozik, és
mivel szabadon tartott ménessel is rendelkezünk, kunfakó és hucú lovakkal, további 30 hektáron vannak még a lovaink, belül pedig ehhez található lovardai kiegészítők vannak, körkarám, nyerges, és minden olyan, ami alapvetően a lovaglást és a lóidomítást, a lovagoltatást lehetővé teszi. És van egy nagyon brutál jó kis helyetek, ahol mi szálltunk meg, a lombház. Így van, egy nagyon különleges, ami most készült el. Beszéltünk arról, hogy vannak ugye jurtáink, amik lakójurták, ezek pont különböznek ettől, ez egy felső jurtaközpont, ami három jurtából áll, van egy 6 méter átmérő, egy 8 méter átmérő és egy 10 méter átmérő. Ez mindegyik önhordó, tehát az benne lévő istenfal, meg ilyesmi, azok nincsenek. És ezek nem klasszikus jurták, hanem az egyik az konyhának van megcsinálva, nagyon szép étkezőnek, egy 25 férőhelyesnek. Van egy férfinői vizes blokknak megcsinált jurtánk, és van egy nagy 80 négyzetméteres nagy közösségi jurtánk. Akkor ott szoktak aludni. Így van, de is vicces, mert ezek Adorján Gábor jurták, ezt a három méretet tudja, úgyhogy ideig csomóan jöttek hozzánk, hogy ide küldte hozzá, hogy mert itt mind a három fel van egyébként állítva. Alapvetően jó pofa volt. Igen. Mit is mondtál? Adorján, ez az Adorján jurta? Igen, Adorján Gábor jurtái ezek, és hogy a belső elrendezés azokat mind csináltuk alapvetően, csak hogy legyen egy kép az embernek, hogy a jurta nem mindig az, amire az ember hirtelen elsőre gondol. Tehát, hogy abszolút egy burkolt, elválasztott, vizes blokkkal megépített jurtáról beszélünk. Tehát a jurta egy csomó mindenre alkalmas lehet. Alapvetően ide hozzánk illik a tájba, önhordóak. 10 méter átmérőnek viszonylag erős az oldalszerkezete, ott nem is volt kérdés. A 8 méteresnél volt, de ott megcsináltuk önállóan, bedrótoztuk, megcsináltuk magunk. Ez 8 méteres ez a jurta, ez 50 négyzetméterre egybefüggő terület. Tehát nagyjából egy 25 ember tud kényelmesen étkezni. De az utolsó bútorig mindent mi csináltunk. Teljesen gépesített konyha, beépített hűtővel, szakács megtervezte, mi pedig legyártottuk. És ez itt a fejed fölött, ez egy napfénytető lenne eredetileg? Igen, ez egy napfénytető, van rajta egy olyan plusz borítás, ami a nagy melegben a felmelegedést gátolja, de ki lehet itt tekerni, ez egy plexi tető, és nagyon-nagyon jó fénye van egyébként. Meg gondolom este, akkor lehet a csillagokat nézni. Abszolút. És itt nagyon, tehát nagyon érdekes, hogy ugyanazt az égboltot nézzük otthon is, mint itt. Itt viszont teljesen lenyűgöz minket, hogy mennyi csillag van. Igen. Egyszerűen nincs fényszennyezés a környéken, és nagyon-nagyon szép így az égbolt. Teljesen más életünk van. Elején ide jöttem, és mondjuk elkészült a ház, és esténként kint álltam, tehát tényleg perceket töltöttem el azzal, hogy otthon ezt miért nem látom. Nem véletlenül. Ezek a faházak, amik mellett itt el fogunk menni? Ezek apartmanok, teljes összkomfortos apartmanok. Általában egy ilyen házban két apartman van, ezek két szintesek. Felül két szobával, két-két egyes ágyjal, alul kiúszható kanapével. 4-6 főnek nagyon kényelmes szállást biztosít, fatüzeléses, romantikus, ropogós, tüzes fűtéssel általában. Ilyenkor ősszel két hónapon keresztül lehet hallgatni akár a teraszról a szarvasbőgést, nem is kell különösebben cserkelni hozzá. Nyárestéken a békák a lenti nagy tóból hallatszanak föl. Alapvetően itt az ember azért szokott eltölteni pár napot, hogy kicsit lelassuljon a nagyvárosi forgatagból, és ezt abszolút megtalálja itt nálunk. De ezt nem kell novát körülmények között, mert hogy az apartmanjaink teljes felszereltek. Jobb kész felé van akkor az első épület, ami igen, itt az mondhatjuk egészen. Azt, hogy megérkeztünk a maghoz, amiből tulajdonképpen kinőtt ez az egész. Ugye ott van az a 100 éves kárpátaljai ház, amiről beszéltünk. Itt van egy nyerges, alatta pedig egy nyári konyha, és akkor ezen van egy ilyen futurisztikus dóm. De ez is hozzá tartozik, nem? Mert ez is eléggé hasonló szerkezetű, vagy ez csak később került hozzá? Az épületeknél, amikor építünk egyébként, mindig arra figyelünk, hogy azért a másik mellette lévő, hogy a látképben az passzoljon hozzá, de ez a vonal, ami itt van mellette, itt hátul, ezek egyszerre készültek el. Ugye ebből a szempontból a kakukktojás az, ami már sok éve elkészült kárpátaljai házunk. Ezt a dómot pedig ugyanaz a Csíkszentmihályi Benjamin álmodta meg és kivitelezte, aki ugye a kézkilátót csinálta, illetve a lombházunkat. És a dóm az egyébként itt ezzel a nagy kupolával,
Úgy került, tehát ez később került ide, vagy ez később, már? Később, alapvetően aha. Később, ráadásul úgy volt két... Tökre körülnövi. Igen, hogy először a vász szerkezet lett meg, és akkor utána befettük. Ennek kivehető ajtai vannak, aha. Ezek még nem kerültek vissza. És akkor ez itt egy ilyen mellékhelyiség? Tehát igen, ez tulajdonképpen ez a nyergesünk, ugye a nevéből ja, mondok, hogy... itt tartjuk a lószerszámokat, nyergeket, mert három aranypatkos lovarda is vagyunk, és akkor itt vannak a kiszolgáló részei, a körkarámunk, a nagy karámunk, amiben egyébként magukat, az oktatásokat szoktuk tartani. Nagyon érdekes, van ott lent egy istálunk, bár a lovainkat ugye ridegtartásban tartjuk. Aha. Ez egy lovas kikötő, ez egy ilyen európai vagy országos programnak a része. Nagyon jó az ötlet, hogyha valaki erre túrázik lóval és szeretne bemenni Farkaskútvölgybe, és mit csinál közben a lovával, itt ki tudja kötni, kap ételt, italt, a ló ellátást, és közben ő be tud menni, itt tudja adni a lovát, meg tud nálunk szállni, és ez egy ilyen lovas útvonalnak a részeként létesült ide ez a lovas kikötő. Ez itt akkor a központi hely. Igen, mi úgy hívjuk, hogy nyári konyha, bár ugye ezzel a dómmal, fedéssel és az ajtókkal azért azt akarjuk elérni, ne csak nyáron. Tudjuk ezt, hogy azt értük el, hogy ne csak nyáron lehessen ezt használni. Viszont nagy a férőhelye, uh-huh. Tehát, hogy itt lagzikat levezényeltünk már. Ja, szokott lagzik? Igen, ahol állsz, itt volt például a legutóbbin a zenekar, itt volt a catering ezen a részen, ott volt az italpult, tehát azért elég jól be lehet rendezni. Van egy központi kemence része, egy helyi néni szokott nekünk benne a rendezvények által, a rendezvények alkalmával kenyérlángos sütni, utána rétest szokott itt nyújtani, rétest szokott benne sütni, tehát igyekszünk azért így autentikus ételeket is főzni. És látom, hogy az egészhez hozzáadtatok ilyen kiszáradt fákat is. Igen, alátámasztás szempontjából kellett az a futurisztikus formában nehéz a önhordást, teherbírást kiszámolgatni, és akkor a Benjamin szépen keresett ilyen elhalt fát itt az erdőben, gyönyörűen lecsiszolták, és beállították a megfelelő helyekre. Szóval ez az első épület, amit legelőször felhúztatok ide. Így van, ez a második élet ennek az épületnek, hiszen ez már állt Kárpátalján, uh-huh. Ott szedtük szét, és utána itt építettük újra. De egyébként látszik ezeken a brutál vastag fákon, hogy azért ezek már megéltek pár évtizedet. Lehet tudni egyébként, hogy mennyi idős? 100 év körüli. 100 év. Szép. És látom, hogy megmentettetek pár régi igen. Kelléket is, mint ezt a rokkát. Igen, azokat a dolgainkat, amik így innen-onnan megmentődtek, hogy korban passzoljon, vagy stílusban, azok itt e körül a ház körül kaptak helyet. Mi lesz a következő megállónk? A fürdőházat fogjuk megnézni, ahol a fatüzeléses szaunánk, illetve dézsánk található. Ezek azok a jurták, amiket... Így van, a lakójurták. Így van. És most nem fogunk tudni bemenni, mert hogy éppen ki vannak adva. És ez itt a fürdőház? Igen. Ez itt a fával fűtetős dézsátok, és így most van, ellenőrzöd így a... Van. Így van, a hőfokat ellenőrzök benne. Annyi a pici módosulás, hogy ez egy üvegszálas belsejű, hogy minél higienikusabban lehessen őt üzemeltetni. Ja, mert hogy vegyszerezitek, vagy valamilyen? Hát úgy kezeljük őt, mintha egy medence lenne, biológiai szennyvíztisztítóink vannak, és a sós vízet azt nem tudjuk így leengedni belőle, mert a szennyvíztisztítóban lévő baktériumokat azokat rögtön elpusztítaná. Aha. Ezért normál, mint az otthon, aki gyerekmedencét tart, vagy akinek medencéje van otthon, rendesen ezekkel a normál medence szerekkel dolgozunk. Sebe sima ilyen fát raktok? Igen. Felhasogatott fát? Így van. Hát innen szerintem fel tudod venni, hogy esetleg kinyitom. Hát, ha még lángol, de nem, de most milyen fogok rátenni. Kérdezted, hogy szoktam ebben a fürödni, természetesen szoktam. És van egy olyan történetem, hogy nyüstöltem a többieket munka után, hogy picit lazítsunk le, senki nem akart jönni, én megmondtam, na, Dafke, akkor én eljövök. És hogy így dücsörögtem a sötétbe, nézem a csillagokat, persze tök jó marketing van hozzá, hallom, hogy csörömpölés, vagy valami, és hoztam egy lámpát magammal, és elkezdtem én nagyon lájtosan világítani a dolgokat, és akkor azok a pici szemek, így végig a bokorba, így, és akkor gondoltam, mókusok, hogy... vérmókusok jöttek rá, Danyi? Nem, mivel hogy a környéken nincsen víz, nyitva tartjuk a kaput a tavunkhoz, be tudjanak jönni az állatok, és így elég sok állat van. Tehát, hogy ha volt, amikor úgy jöttünk fel este még tenni a tűzre, hogy itt szarvasok itt átcsorogtak a füvön,
egy szimbiózisban élünk velük, bár általában ugye ők használnak ki minket, mert az összes facsemetinket nénénénk. Megrágogatják? Abszolút. Van egy-két almafánk, tehát ott abszolút látni minden este, hogyha az ember szeretne vadlestre menni, akkor igazából elég, hogyha ide kiül. És mik vannak itt bent a fürdőházban? Fürdőházban férfinői vizes blokk van, ami ugye a jurtákat szolgálja ki, aminek nincsen önálló fürdőszobája. Itt található a nagy fatüzeléses szaunánk. Annak van itt egy pihenő része, illetve fönt van egy pihenő rész. Sem 55 fok van. Sem ez az 55 fok? Ez az, azért, mert itt nagyon meleg van, mert a fatüzelésnek ez egy száraz meleg, nem olyan, mint egy elektromos. Alapvetően itt lámpát sem szoktunk kapcsolni, mert annyira jó feeling, olyan nagy lobog a tűz itt bent este, teljesen más a hőérzet. Tehát én magam azt szoktam mondani, hogy 90-100 fok alatt nem megyek be szaunába, de itt már 75-80 foktól tök jól működik maga a szauna. Igen, ez egy 500 négyzetméteres fóliasátor. Alapvetően így önellátásra kezdünk el törekedni. Zöldségeket termesztünk benne, és igyekszünk a reggeli gasztrokosárhoz ebből a termésből adni teljesen bio, vegyszermentesen dolgozunk. Ezt tudod, honnan szúrtam ki, hogy vegyszermentesek vagytok? A büdös képből, mert hogy voltam a 3 órás kertnél, és hogy az egy olyan növény, ami állítólag távol tartja, már nem emlékszem, talán valamilyen bogár, de már nem emlékszem, igen, melyik fajtára. Igen, alapvetően erre szokták őt használni. Most próbálgatjuk, hogy alapvetően így belevágunk, olyan vizekre is evezünk, amivel alapvetően nem értünk, csak tudjuk, hogy jó lenne. Amit hallasz egyébként, az egy teljesen automata rendszer, termosztát alapján nyitja vagy csukja a tetejét, természetesen a szelet is méri hozzá. Ez egy automata dupla falu, folyamatosan megy a levegő a fóliában. Ezt most kezdjük el egy picit így belakni. És azért szellőzteti, hogy... Már a termosztát alapján be van állítva, hogy hány foknak kell lennie, így van. Látom, hogy itt az elején van paprika. Így van. Alapvetően az alapnövényeket igyekszünk tartani, paprikát, paradicsomot, uborkát, cukkini van még, csináltunk sárga dinnyét is, sárgarépa, bab. Próbálgatjuk, mi az, amivel tulajdonképpen sikereket tudunk elérni. Nagyon érdekes, hogy ennek erős paprikának kell lenni, és amikor a múltkor a lányom egy ilyen bevágott, és én meg így hunyorogva néztem, mi lesz a vége, mondta, hogy apa, semmi gond nincs, az egyáltalán nem erős, és valaki azt mondta, hogy ami miatt, hogy ez egy locsolt paprika, ezért így nem lett erős. Aha. Látom, van friss sárgarépátok, mert hogy olvasni is tudom. Igen, vannak nyulaink. Elől a recivel szemben. Jaj, tényleg, az most a kettő van jelen pillanatban. Három volt, de most kettő van. Ásott kútjaink vannak, és ilyen nagy víztározókban, 9-10 köbméteres ciszternákban pumpáljuk fel a hegy tetejére ezt a vizet, és gravitációval érkezik le a házakba. Így van, és akkor akkor ebbe víz van? Így én van. Azt hittem, hogy ez emésztő. Nem, azok lent vannak, biológiai szennyiszűszítóink vannak, de hogy ezek itt fönt, mert így áramszület esetén is van vízellátásunk. Aha, és akkor le tudjátok. Így van, így van. És a már említett lombház, igen, ami itt van a tetőn, erről mit ez talán a legkésőbbi épületetek? Így van, ez a legfrissebb épületünk. Csíkszentmihályi Benyámén álmodta meg, ugye aki a kézkilátót is, és a dómot is építette, és alapvetően teljes kivitelezést is ő csinálta meg. 3 szint. Plusz még a tetőn is lehet. Van egy parádés nagy tetőterasza. Fa köré épült. És átszövi az ágai. Így az van, egész. Ha majd bent tusol szépen, vagy fogadmosol, akkor a fürdőszobán keresztül még egy ág is kibújik. Ez egy majdnem 800 köbméteres tó. És díszhalakat tartunk benne, meg a fürdőtónak használjuk. És ami még a nagy különlegessége neki, hogy itt a környéken azért nem kimondottan dúskál a természet vízben, ezért nem zárjuk be a kapukat, és engedjük, hogy bejöjjenek ide a vadállatok, szarvasok, és tudjanak belőle inni. Ott, hogyha leülök, akkor mondjuk nagy sanszal este itt fogok látni szarvasokat? Abszolút, abszolút. De jó. Ez a külső 30 hektárunk, ahol szabadon tartjuk a ménest. Ugye konfakó és hucul lovaink vannak ridegtartásban. Egyébként hányan vannak? 15 lovunk van, a Csikó párosunk. Legenda és Líra.
Csak olyan lovat szeretünk a ménesben tartani, hogyha van bértatott ló is, amit ilyen nagyon barátságosan tudunk így, mert ha bárkit egy ménes látogatás alkalmával behozunk, szépen, akkor azt szeretnénk, hogyha a legnagyobb lenne a biztonság. Az egyedi sajátosságuk az, hogy azon kívül, hogy ős magyar fajták, ők tényleg el vannak ridegben. Az azt jelenti, hogy csak a téli időszakban takarmányozzuk őket, és jön a másik többi időszakban pedig itt ezen a 30 hektáron el tudnak legelészni. Szokták mondani, hogy egy hektár egy ló, itt ugye kétszer akkora a területük, mint a hány ló van. Ez volt Farkaskútvölgy Mátyással, kösz szépen, hogy megmutattad nekünk. Hogyha tetszett a videó, akkor ajánlanék egy másikat, mégpedig amikor lent voltam a Remény Farmon, ahol hasonló nagy méretű völgyben voltunk, és szerintem egy nagyon szórakoztató bemutató volt, úgyhogy azt még meg tudod nézni, itt a link. Úgyhogy ha tetszett, akkor nézzétek meg, nincs fel sátra, mint hogy ahoj!